Az ünnepre való hangolódásban igazán könnyed kikapcsolódást jelent a karácsonyi kavalkád, amely minden évben látogatók sokaságát vonza. Én nagyon örülök neki, mert karácsonyra hangolódunk, kijövünk ide a gyerekekkel, nekik is érdekes, bírnak lovaskocsikázni, meg pónilóra is fölülni, meg itt körbenézünk minden, hogy miket kiállítókat megnézzük. Az esemény megmutatkozási lehetőséget biztosít a kézművesek számára. A saját készítésű illatgyertyáktól kezdve a finom egyedi bor különlegességeken át minden felelhető. Osztoin Olivér, a felesége, Mészáros Keceli Ágnes által készített termékekkel van jelen a vásáron. Legtöbbet kerámiával készültünk, ezen kívül még a kínálatunkban megtalálható különböző grafikák, naptárok, képek is. A legtöbb ember ajándékot keres karácsonyra a szeretteinek. A eddigi tapasztalatok alapján, tehát most már úgy 5. órában benne vagyunk, hogy kint vagyunk a vásáron, legtöbben karácsonyfadíszt, kerámia karácsonyfadíszt vásároltak. 10. éve kerül megrendezésre Zenta főterén az esemény a karácsonyváró programsorozat keretében. Fontos számunkra, hiszen egyfajta kellemes hangulatot, karácsonyra való felkészülést hoz a város életébe, és nagyon sokan haza is jönnek ebben az időszakban, és más településekről is eljönnek Zentára. Ami a kínálatot illeti, minden nap hagyományos betlemes előadások kerülnek a programban a délutáni órákban. Az esti órákban akusztikus koncertek is várják a kilátogatókat a fényjátékáról is ismert karácsonyi kavalkádon, amely egészen december 23-áig tart nyitva.